Szevasztok, srácok! Kicsit szar minőségű a videó, itt egy émen, most táptesz lesz. Most ilyen fajta brittet vettem, ez nem úgy narancsárga, csak szar a fény. Brit Sport 30-20, előtte ezt a adult médiumot vettem, ez 25-15 százalék, fehér és zsírtartalom. Egy émennek már három ilyen kancsóval is megevett, hogy szaglássza. És nem hízik, egyáltalán sovány, mint egy giliszta, pedig nem gilisztás. Karcsi alszik, kire a figyeli. Most megnézzük, hogy vettem ilyen brit kér ízét, lazacolajat is, szagolja is, az ízlik neki, meg ebből a sportból nem kapott, most hozta a futár, csak kibontottam, nem olyan nagy szemű. Nézzük meg, hogy hogy ez. Jobb-e, mint a másik. Jobban szereti. Na, megeszi szó nélkül. Azért tesz a aktívot, így ilyen aktív kutyáknak, való munkakutyáknak, szánhúzó, meg ilyenek, mert hogy hátért jobban ízik. Egy husky is van ezen, nem akármi, azon meg egy labrador. Nem tudom, na eszik, mi a kicsiknek is ízik, jó zsíros is. Meg is kóstoltam én is. Ihaha. Na, csípős íze van. A jósárnak jobb íze volt. Meg szoktam kóstolni ilyen ízem. Ez jó, meg olyan halszaga van ennek a ízének, a lazacolajnak, hogy szebb lesz a szőre elvileg. Majd meglátjuk. És ilyen narancssárgás színű van. Na, meg is vették? Na, hát akkor csak ízlik neki. Kérsz még? Na, gyere. Gyere, gyere. Kicsiknek is ízlik. Na, ez jó. Jó, zsíros, hogy kezel is tőle, szóval fasz a tartalmas. Annyi, hogy ez drágább volt 2000-rel, és még kevesebb is, mert csak 15 kiló, az meg 18 volt, mert ugye volt 3 ajándék benne, 3 kiló. Mert ez az 8000 környékén volt, ez meg 10000 környékén van. Hát már meglátjuk, hogy jobb-e. Ennél felett nem akarok tápot venni, ennél drágábbat. Ilyen ársávban mozgok. Ez izé optimális izomzat, meg magas energiatartalom, erős immunitás, meg jó emésztés. És akkor ez izé összetevői milyenek. Nézzük csak meg adagolásba. Ebből kevesebbet is kell elvileg adni, mert ebből a nagy aktivitású kutyának 267 gram. Kisebbnek 243, és ez 30 kilós kutya, egy émát, én csak 20, szóval csak 20 deka kér neki, még 159. Még ebből. Milyen 152? Ez nagy kamu. Várjál, mert ez valami kamut írnak. Na mindegy, az biztos, hogy kamu. Meg ettől nem is lakik jól. Nézd, hogy 3-4-et szoktam adni neki, azt nem is lakik jól. Ebből elvileg kevesebb kell. 116. Ugye 20 kilós, 197. Ebb meg 189. Ha miért ebből kevesebb kell, mint abból? Na mindegy, ez kamu. Na mindegy, hát ebből nem eszik annyit, meg hízik is. És van rajta itt egy macska. Kutya lábnyom, nem tudom. Valami kicsi lábnyom volt. Jön a kék szem. És világít a szemmel, világít a telefon is. Na aztán ma még jövök egy Siesta szerelő videóval. Minden igaz, mert szereztem egy Siestát, hogy a műhelybe melegítsek vele. Hogyha kín vagyok, ne fázzak. Csak elvileg nem jó az őrlány része, ezért nem gyújt be, ugye? Aztán majd mindjárt megnézzük, hogy milyen. Aztán szereztem hozzá most egy palackot, meg vettem egy telit, benyomták az összeset. Aztán izé megnézzük, hogy működik-e, vagy mi baja van ebből az acolajból, meg itt úgy írja, hogy a literes kiszerelést vegyetek, ha veszitek, mert az jobban megéri. Mi van? Karcsi meg elektromos cigimet szaglász, hanem mindegy. Elvileg a gyémántnak 8 ml szoktam pumpálni, ugye az 4 nyomás. Nekem látszik, hogy ez egy fos telefon, de mindegy, higgyétek el, nekem úgy van, mert 12-24 kg-os kutyáig 8 ml kell. A gyémánt az kis növésű lett. Nem nőtt nagyra. Ő nagy lesz, a Karcsi meg kicsi lesz. Mivel most nagyobb, mint a Karcsi, pedig ő a lány. Úgy, de szar izéje van a kamerának. Na, akkor ma még jövök egy videóval, ha minden jó megy, ha nem, akkor meg nem. Na, sziasztok!